Lehet, hogy egy kis klub vagyunk, de folyamatos, stabil fennállásunkkal és elért eredményeinkkel hozzájárulunk a klub hírnevének megőrzéséhez és gyarapításához abban a környezetben, amelyben dolgozunk, valamint a város jó hírnevét is terjesszük, bármerre is utazunk. Ez a szöveg része a Judo Óbecsén 1972-2022 című monográfia bemutatásának szövegéből, amellyel az Óbecsei Mladost Judo Klub fél évszázados munkáját és fennállását ünnepelték. A klubon keresztül több száz tag átvonult, a monográfiában részletesen le van írva a klub megalapítása utáni kezdeti időszak, az első edzők, a munka eleje. A klub első edzője Misa Jovanovics volt, az ő nevéhez és az újvidéki Svetozár Mihajlovics nevéhez fűződik a klub megalapítása is. A monográfia pontos adatokat tartalmaz minden versenyről és eredményről, amely érdekes lehet, főleg azok számára, akik ebben a klubban edzettek egykor. A monográfiát a klub teljes szövegtörténete mellett nagy számú fotó tarkítja versenyekről, összejövetelekről, valamint éves összejövetelekről. Különféle anekdották is fellelhetők benne, mondta a szerző Lončár Evics. Minden adatot, ami a klubhoz fűződik, tehát a versenyeket, én pontosan vezettem a határidő naplóimban, amelyekből szintén jelentős szám összejött, ami a könyv végén látható is. Eldöntöttem, hogy mindent leírok, ami persze óriási munka volt, de miután mindezt leírtam, leellenőriztem és összegeztem, megjelent ez a monográfia. Sokkal jobban érzem magam, mivel nagyon boldog vagyok, hogy pont nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy megörökíthettem a Mladost Judo Klub első 50 évét. Remélem, hogy a 100. évfordulóra is akad valaki, aki megírja és megünnepli ezt a jubileumot. A könyv felsorolja a Mladost Judo Klub összes országos, balkáni és Európa bajnokságon, valamint Európa kupán, nemzetközi tornán és európai ifjúsági fesztiválon érmet szerző versenyzőjét. Mindig arra törekedtünk, hogy fennmaradjunk, hogy részt vegyünk minden versenyen, és hogy eredményeket érjünk el. Néha gyengében, néha pedig kiválóan szerepeltünk, és most itt vagyunk, és a fennállásunk 50. évfordulóját ünnepeljük. A jubileumi ünnepségen számos vendég, önkormányzati képviselők, volt és jelenlegi tagok, egyes vajdasági dzsúdóklubok képviselői mellett jelen volt Miro Ljubničić, a Vajdasági Dzsúdószövetség elnöke, a Belgrádi Dzsúdószövetség elnöke Szokol Ukić, továbbá a dzsúdósport óriásai Pavle Bajcsetić, Vukrásovics, Sáko Cerovics, valamint a dzsúdósport tiszteletbeli nagykövete Iván Csurkovics. Óbecse község önkormányzata nevében Dáne Mandics, a községi tanács sporttal, ifjúsággal és idegenforgalommal megbízott tagja szólt a megjelentekhez. A mai napon azzal büszkélkedhetünk, hogy a Mladost Judo Klub zavartalan fennállásának fél évszázadát ünnepli. Arra is büszkék lehetünk, hogy ezt a klubot továbbra is támogatni fogjuk, nem csak a helyi önkormányzat szintjén, hanem úgy is, mint egy produktumot az egész közösségünkben. Az első klub, amelyet meglátogattunk, éppen a Mladost Judo Klub volt, és akkor az edzéshez alkalmas szőnyeggel ajándékoztuk meg, melynek értéke 350 000 dinár volt. Amit még fontos kihangsúlyozni, az, hogy amikor eldöntöttük, hogy ennek a monográfiának a kiadását is támogatjuk, több mint 500 000 dinárral, amit Lončár Evics úr személyesen írt meg, mi egyáltalán nem haboztunk, mivel tudtuk, hogy ez a könyv az előző 50 évről szól, és erről még minimum 50 évig beszélni fognak. Aminek személy szerint is nagyon örülök, az, hogy a Mladost Judo Klubot idén községi díjjal is kitüntettük, mindazért, amit ezekben az évtizedekben képviseltek. És remélem, hogy ez a klub, úgy mint eddig, a jövőben is az egyik legszervezettebb lesz Óbecse községben. 33 korábbi állami éremdíjast könyvvel és köszönőlevéllel jutalmaztak, a klub edzőit és elnökeit emlékplakettel és könyvvel, valamint mindazokat, akik a klub fél évszázada alatt segítették a klubot, az adományozókat, szponzorokat és barátokat is díjazták.